A Tolna megyei szakképzési centrum Első István szakképzőiskolája több szempontból is remek lehetőséget kínál a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok részére. Az iskola a kisebb tanuló létszámmal dolgozó intézmények közé tartozik, ami lehetővé teszi, hogy kiemelt szerepet kapjon az oktatói munka során a kiscsoportos foglalkozás, az egyéni, rugalmas tanulási utak kialakítása. Ugyanakkor a kis létszám az záloga az iskolára jellemző családias légkörnek is. Célunk az elméleti és a gyakorlati tudás tekintetében a jól képzett szakemberek kinevelése, akik megállják a helyüket a munkaerőpiacon, és a választott szakmájukban megtalálják a számításukat. Ehhez elhivatott oktatói gárdával, jól felszerelt tanműhelyekkel, az oktatás segítő egyéb eszközökkel, felszerelt tantermekkel rendelkezünk, és nem utolsó sorban azt is még meg kell említenem, hogy ez az épületegyüttes, ami egykor kúriaként működött, ez egy csodálatos park közepén található. Négy ágazatban várják a pályaválasztó diákok jelentkezését, ezekről a lehetőségekről is beszélt Sárosdi Bernadett intézményvezető. Az 5 éves technikumi képzésünkre építőipari ágazatban magasépítő technikus szakmai kimenettel várjuk az érdeklődőket. Ők az első 2 évben egy alapozó oktatásban vesznek részt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a közismereti tantárgyak mellett az építőipari ágazat alapjait tanulják meg, majd a 10. az ágazati alapvizsgát követően úgymond a finishbe fordulva, 11-12. 13. osztályban a szakmának az elméleti és a gyakorlati képzésével, részével ismerkednek meg a tanulók, és mélyítik a szakmai tudásukat, majd 12. év végén és 13. jelennek meg az érettségik, 12. év végén a közismereti tantárgyakból, matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből tesznek érettségit, 13. év végén viszont nyelvből, angol nyelvből vagy német nyelvből és szakmai tantárgyból tesznek érettségit. Itt a szakmai érettségi az egy emelt szintű érettséginek számít, és ez tulajdonképpen az előszobája a főiskolának a későbbi továbbtanulásnak, tehát a főiskolai vagy az egyetemi évekhez ez nagyon hasznos. 3 éves iskolai képzések is vannak, a diákok az építőipar ágazaton belül kitanulhatják az ács, a köműves és a festőmázoló tapétázó, illetve a hegesztő szakmát is. Új lehetőségként pedig megjelent a gyermek és ifjúsági felügyelő szakma is. Szintén újdonságnak számít az ösztöndíj bevezetése is. A megújult szakképzési rendszer keretében a szakképzést választó gyerekek az első hónaptól kezdve ösztöndíjban részesülnek, melynek az alapösszege technikumi képzés esetén a mindenkori minimálbér 5%-a és szakképzőiskolai képzés esetén a mindenkori minimálbér 10%-a. Aki az ágazati alapvizsgát követően duális képzés keretében vállalkozással kötött munkaszerződéssel folytatja tanulmányait, ők már munkabért kapnak, amelynek a havi összege a mindenkori minimálbér minimum 60%-a. Mivel iskolánk a térség vállalkozásaival rendkívül szoros együttműködésben áll, így a duális képzés feltételei adottak. Az sem mellékes szempont, hogy a szakképzést választó diákok tanulmányai befejeztével egyszeri pályakezdési támogatásra jogosultak, amely a minimálbér 80-180%-ának megfelelő összeg, attól függően, hogy milyen vizsgaeredménnyel végzik el a tanulmányaikat. Azoknak a diákoknak is segítséget tudnak nyújtani, akik még nem tudják eldönteni, hogy milyen irányba haladjanak tovább. Őket várják az előkészítő évfolyamba, amely egyéni tanulási utak pedagógiájával, személyes pályaorientációval és életpálya tanácsadással segíti őket, hogy megtalálják a számukra legkedvezőbb utat. Az orientációs évet követően a középfokú oktatás bármely szintjébe belekapcsolódhatnak. Nekik egy orientációs osztályt tudunk indítani, ami már itt nálunk 2 éve folyamatosan indul. Önáluk aztán 100%-ban jellemző, hogy egyéni tanulási utakat biztosítunk, és személyes pályaorientációval segítjük a későbbi pályaválasztásukat. Azt kell tudni, hogy ebből az osztályból a középfokú oktatás bármely irányába tovább tudnak menni a diákok. Aki szeretné jobban megismerni az iskolát és a képzési kínálatot, az november 9-én a nyílt napon megteheti. A program során nyitott műhelyekkel és tantermekkel várják a szülőket és gyerekeket.